Új évaddal jelentkezik vasárnap estétől a hashtag Bocskor. Bocskor Gábor tévés talkshowjában ismert emberek beszélnek a saját életükről, mindezt humorral fűszerezve. A műsorvezető egy korábbi interjúban azt mondta, néha szeret demagóg lenni, néha pedig megosztó, interjút viszont általában nem szívesen ad. Bocskor Gáborral beszélgetünk. Aki lehet, hogy nem hallottam, itt már elkezdtünk beszélgetni, de itt az volt a felkomban, szia, hogy nem szeretsz interjút adni. Ez igaz? Nagyon nem. De miért nem? Mert ostobák a kérdések. Kösz. Nem. Egyébként téged nagyon bírlak. Így a kollégákra nézve. Tényleg nagyon bírlak, ezért gondoltam. Nem, hát köszönöm, hogy jöttél. Hát, néha van az a cél, amiért az ember ezt megteszi. Most éppen egy bulvár lappal is szóba álltam, de tényleg csak akkor a nagyon muszáj. Nem akarom lelőni a poént, de egy icipicit belenéztem itt a belső rendszerünkbe a vasárnapi adásba. És hogy ha jól láttam, úgy indult, hogy azt mondod, hogy olyan jó lett a promo, hogy újra kedvem lett csinálni. De volt, hogy elment tőle a kedved? Ugye ez egy 2 éves műsor, jó, ez már pont annyi idő, hogy az ember mondhatja azt, hogy jó, megcsinálom kisújból, de már úgy nem villanyoz. Hát nem, szóval nyilvánvalóan beáll olykor egyfajta rutin, ugyanakkor meg mégsem. Hiszen ennek a műsornak pont az a lényege, hogy hiába a celebritásokat gyűjtünk magunk köré, de egy óriási különbség van a többi műsorral szemben, méghozzá az, hogy nem róluk beszélünk, nem az beszélünk, nem a magánéletéről, nem az, hogy kiadott egy új lemezt, vagy milyen színdarabban játszik, hanem heti könnyed, nem feltétlenül bulvár, de könnyed témákat dobunk be, és a véleményüket mondják el, és ez mindig érdekes. És a felkészülés, ami egy nappal a műsor felvétel előtt történik, az önmagában is már nagyon izgalmas, tehát hogy tudjuk, hogy kik a szereplők, és hogyan kanyarítsuk majd azt a témakört, hogy ő reagáljon rá, rezonáljon, és végeredményben sokkal többet mond el magáról egyébként a véleményével, azzal, hogy azonosul, vagy ellenáll, vagy dilemmában van, mint hogyha ilyen direkt kérdéseket tennénk. Igen, de vannak sok-sok visszatérő vendég, nem lepleződik le ez a stratégia? Nem jönnek rá. Hát, elmondod a nézőknek lehet, de vagy... Most te mondtad el, hogy valójában így akarsz többet kihúzni belőlük, róluk, az ő személyiségükről, mintha direkt bekérdeznél. Igen, de nem bulvár célzattal, tehát nem öncélúan, hanem tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondol adott esetben. Például a vasárnapi műsorban egy érdekes téma lesz, egy fiatal amerikai lány nem szervdonorként nem adta oda az egyik vesejét a nagypapájának. Mert a nagypapája egy Ku Klux Klános pedofil. Ez egy nagyon abszurd történet. Ez egy abszurd történet, és ráadásul még bosszúból, aztán miután meghalt a nagypapa, ő felajánlotta a vesejét egy idegennek. Igen. És ez egy óriási dilemmát okozott a társaságban, ugye a hashtag Bocskorban, hogy vajon ki hogy döntene, és elkezdtünk fokozatokat építeni. Nagypapa, igen vagy nem. Aha. Nagypapa, ha nem tudom, bűncselekményt követett el, igen vagy nem. Ha a nagypapa náci volt, igen vagy nem. És ez egy baromi izgalmas dolog. Én nem hiszem, hogy ez egy bárki is úgy érezni, hogy ez egy ilyen öncélú leleplezés volna. Vagy. De miben méred egy-egy műsornak a sikerét? Megnézed másnap a nézettség? Jó, oké, ezt mindannyian nézzük. De hogy ez számít? Hogy ott az a szám, az micsoda? Nem. Ráadásul itt az ATV-nél baromi, hogy ez a nyomás, ez nem azt mondom, hogy eltűnt, de nem olyan nagy, mint bármikor is volt az életemben. Akkor hát ez miben? Először is, amikor kijövök onnan, mert abban a díszletben van csak... Amikor kijövök onnan, akkor én érzem, hogy jó volt-e vagy sem. És nyilvánvalóan a visszajelzések, amit emberektől kapok, az utca emberétől nyilván a baráti körig, tehát nagyon-nagyon foglalkoztat az, hogy kit mi érint meg, és tök érdekes, mert annyira eklektikus a társaság, és maga a témaválasztás is, hogy mindenki másra rezonál, és ez nekem siker. Nem csinálsz abból titkot, hogy szeretsz megosztó lenni, és hogy hát hogy úgy is fogalmazol, hogy egy ilyen hát csacsogó házigazda vagy itt egy interjúban így mondtad. Így lesz? Aha. 24.hu 2 éve. Csacsogó házigazda. Ki írta ezt a baromságot? Hát te mondtad. Én? Aha, csacsogó? Biztos. Igen. Na látod, ezért nem akarok interjúkat adni, mert érted, az én szóhasználatom sose kerül vissza egy labban vagy egy hírportálon, hanem mindig annak a ostoba újságírónak az agyi szűrőjén keresztül van megszűrve az én mondandóm. Na, és a kérdésem, igen? Hogy soha nem merült föl ennyi év után a rádióban, tévében, hogy ne csak a szórakoztatás?
De olyannyira felmerült, hogy nekem például nagyon, ez nem titok, nagyon nagy példaképpen Howard Stern Amerikában, egy botrányrádiós volt. És ráadásul én olyan emberekkel dolgozhattam együtt, még annak idején a Slágerrádióban, akik közvetlenül Sternnel programigazgató volt. Voltam is a műsorában New Yorkban, és ő tök érdekes módon most megjelentetted egy új könyvet, és ő már mély interjúkat csinál a Sirius rádión, ami egy szatellit rádió, tehát nem földi sugárzású, tehát nincs cenzúra. És hihetetlen fejlődésen ment keresztül, túl azon, hogy ő terápián volt, és saját magát is sokkal jobban megismerte, és eszméletlen érdekesek a mély interjúi, baromi jók, annyira mások, mint amit itthon ismersz, és engem is nagyon érdekel. Azért mondtam el ezt a sztorit, mert annyi párhuzamot érzek, ami fejlődés történetünkben, mint rádiós, hogy nagyon is érdekelne, de én szerintem ma a mai magyar média környezetben kevéssé van erre igény. De miért? Pont, hogy annyi platform van már. Mondjál egyet. Hát úgy értem, hogy nem csak a tévé, hanem ott van a YouTube, Facebook, ja, videók, ez az amaz, bárhol, podcast, bármit lehet csinálni. Ebben igazad van. És akkor mi tart vissza? Ez egy semmi. Talán semmi. Talán az, hogy egy csapatot összeszedni. Nekem most az első az, hogy lehetőség szerint minél előbb vissza kell ülni a rádiós nagyon hiányzik. Persze, hát nekem az az életem. Tehát, még a bioritmusomnak is hiányzik. Tehát én reggel vagy ébren? Tényleg, valamikor 17:30 felébredek, amúgy 4:15 szoktam, de hogy fél. Azóta is. Szóval azért ez úgy benne, de hiányzik, hogy nem, abszolút. És már gondolkozunk a kollégákkal azon, hogy ilyen háttér, akár YouTube csatornán, tehát ilyen háttérben elindítani valamit, és ez mehet akár ebbe az irányba. Kit kérdezné, ki lenne az első két vendég? Ez egy másik helyzet, ami, tehát az a baj, hogy kevés olyan ember van, aki jó szereplő, inkább így mondom. Tehát, de az a fő szempont, vagy az, hogy téged érdekeljen? Hát az mindenképpen szempont, hogy engem érdekeljen. Aha. Tehát nem tudnék valakivel leülni, aki nem érdekel. De egyszerűen nem szerepelnek jól. Én most kimoltam nyáron Amerikában, és elolvastam Sternnek ezt az új könyvét. Rengeteg, azóta is a mai napon rengeteg amerikai talkshow-t nézek, interjú technikákat, de nézem a vendégeket is. Hát ég és föld. Tehát azért ezt nagyon nehéz összehozni, de azért szerintem bele lehet válni. Jó, akkor valamire készülsz, de ami már ott van készen, az a hashtag bocskor, és most vasárnap újra láthatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és még egy kis türelmet szeretnék tőled kérni, mert hogy még el kell önöknek mondanom valamit. A fővárosi törvényszék megállapította, hogy az ATV ZRT alperes megsértette Németh Ferenc felperes jóhírnévhez fűződő személyiségi jogát 2015. április 3-i Tetthely című műsora alábbi valótlan kijelentéseivel. Valótlanul állította az adás műsorvezetője, hogy az említett fűtéskorszerűsítés során a szövetkezetben pénzek eltűntek, közös pénznek lába kelt. Valótlanul híreztelte az adás, hogy a felújítás során a közös helyiségek ablakaira többet számoltak el, és hogy a 180 millió forintot jogtalanul, szabálytalanul vettek fel, és így a szövetkezet elnöke becsapta az államot, a lakókat, hogy lakásonként 200 000 forinttal több költséget számoltak el. Továbbá valótlanul állította a műsorvezető, hogy a szövetkezet elnöke büntetett előéletű a közügyektől eltiltották, és megalapozatlanul híreztelte a riporter, hogy nem írhatott alá a szövetkezet nevében folyamatban levő ügyészségi eljárás miatt a szövetkezet elnöke. A jogsértő közlésekért elnézést kérünk. Eddig tehát, amit fel kellett olvasnom. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ne feledjék, hogy holnap Budapesten pozsonyi piknik, ahol az ATV műsorvezetői köztük, többek között én is várom majd önöket 3 és 6 óra között a Margit hídtól a pesti rakparton, a felső rakparton. Ott is találkozhatunk, hétfőn pedig itt az Egyenes Beszédben Róna Jágon várja önöket. Szép estét!